ebben a stadionban senki sem akarhatja jobban nálunk a győzelmet, ezt ma is bebizonyítottuk. A két hónapos szünet után győzelemmel tért vissza a csapat, miután szombaton 1-0-ra nyert a Mezőkövesd ellen hazai pályán. Nem mondom, hogy tartottam tőle, hogy fogjuk folytatni, de nyilván ez egy zsákba macska volt, hogy indulnak itt neki újra a csapatok. Biztam benne, hogy ott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. Úgy látom, hogy ez sikerült, eredményben is és játékban is. A csapat egész héten zárt kapus meccsre készült, ám néhány nappal a mérkőzés előtt eldőlt, hogy korlátozott számban ugyan, de a szurkolóink is ott lehetnek a stadionban. Óriási segítség volt, hogy itt voltak mellettünk. Ugye a Vidi ellen játszottunk egy zárt kapus meccset, illetve az edzőmeccsek voltak zárt kapusak, úgyhogy úgy készültünk, hogy az a hangulat lesz, mint egy edzőmeccsen, teljesen más nézők előtt focizni. Köszönjük nekik, hogy szurkoltak, rengeteget segítettek. Óriási fegyvertény volt számunkra, hogy a szurkolóink visszatérhettek, hiszen ma is fantasztikus hangulatot teremtettek és belehajszoltak minket a győzelembe. Amikor elcsúsztunk, másztunk, amikor kellett fociztunk, igazi csapat voltunk, és tényleg szurkolókkal együtt közösen nyertük meg azt a mai mérkőzést is. A győzelemhez természetesen nem csak a szurkolókra, hanem Iszlai Bence 83. percben szerzett góljára is nagy szükség volt. A 30 éves középpályás korábbi csapata ellen talált be 11-esből, ahol hosszú évekig volt csapatkapitány. Diós Győrben erre most nyílt először lehetősége. Sejtén lehetett, mikor a Brükó nem tudja majd vállalni a játékot, akkor vagy a Márkvárt vagy én vagyunk még a kapitányok, ugye a Karanon kívül ő is sérült, és azért már számítottam rá, hogy valószínű, hogy én leszek. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen múltú klubot képviselhettem a szalagba. Ez a meccs viszont nem csak Iszlai Bencének lesz emlékezetes. A 18 éves Szűcs Kornél ugyanis szintén Dusan Brükovics sérülése okán először léphetett pályára az NB1-ben. Nagyon boldog vagyok, hogy végre debütálhattam az NB1-ben. Azon végképp feldob, hogy győztes meccsen debütálhattam. És ugye sokáig úgy volt, hogy szurkolók nélkül kell lesz játszunk ezt a mérkőzést, de nagyon boldog vagyok, hogy a szurkolók előtt léphettem először NB1-es meccsen pályára a csapatban. Kornél szeptember óta velünk edz, ő folyamatosan bizonyította, hogy lehet rá számítani. Ha nem belső idő lenne, lehet, hogy már hamarabb is pályára lépett volna, hiszen ez egy nagyon meghatározó poszt, de nem ajándékba kapta, hanem nagyon keményen megdolgozott érte, és tényleg büszke vagyok rá, hogy a társak végig tudták segíteni, és úgy játszott, mintha nem az első NB1-es mérkőzése lenne. 16 éves koromtól azért már a felnőtt csapatnak a tagja vagyok, de azért ilyen poszton fiatalon bemutatkozni nem sokan szoktak. Én is tudom, hogy ez a két év tapasztalatgyűjtés, mióta itt vagyok, azért ez kellett nekem is. A mester már mondta a mérkőzés előtt, hogy segítsük a Kokót, ugye mondta, hogy mindenkinek volt első meccse, kinek régebben, kinek mostanában. Mondta, hogy biztos, hogy nekünk is segítettek az idősebb játékosok, természetesen mi is így voltunk vele, hogy segítjük. Tudtuk, hogy jó játékos, megérdemelte, hogy debütálhasson, és egyáltalán nem való szégyen, sőt, nagyon jól játszott. Csütörtökön beszéltem a mesterrel, és mondta, hogy még nem tudja pontosan, hogy kit fog a kezdő 11-be helyezni, úgy azt mondta nekem, hogy készüljek. Én mondtam neki, hogy készülök, és ha lehetőséget kapok, akkor megpróbálok vele élni. Kornél a szintén fiatal, de annál nagyobb rutinnal rendelkező Polgár Kristóf oldalán játszott belső védőposzton. A napokban derült ki, hogy mi leszünk ketten középen. Nagyon jól megoldotta szerintem a feladatát, nem láttam rajta, hogy izgult volna. Nyilván az első NB1-es meccsén mindenkiben van egy kis druk, de abszolút technikailag, taktikailag is megoldotta a feladatot, próbáltam neki segíteni, amennyit tudok, de úgy érzem, hogy hiba nélkül lehoztuk most ezt a meccset. Nagyon jól éreztem magam a pályán, ugye a Polgár Kristóf is fiatal játékos, de nagyon jól megértettük egymást, ugye mivel magyar, könnyebb bele kommunikálni is, az egyértelmű. A mellé, mögé biztosítások nagyon jól mentek szerintem, és igazából mindenki biztatott a csapatból, azt mondták, nincs vesztenivalom, úgyhogy csináljam azt, amit tudok, és akkor az elég lesz. És valóban így lett. A csapat kapott gól nélkül hozta le a meccset, és győzelemmel tért vissza a két hónapos kihagyás után. A következő fordulóban viszont a listavezető Ferencváros otthonába látogatnak a srácok, és hogy mi kellene ahhoz, hogy a jó formában játszó Mezőkövesd után a DVTK a Fradit is meg tudja tréfálni. Sok szerencse,
és ugyanilyen alázatos játék, és az, hogy merjünk focizni, mert tudunk, valamint azt mondom, hogy küzdő szellemben feléjük kell kerekedni. Az biztos, hogy a szurkolóink el fognak kísérni, és ha ők felveszik a hangba a versenyt a hazai nagyobb táborral, akkor nekünk úgy a kötelességünk, hogy a pályán mi is felvegyük a Fradival a versenyt.